A Lauder iskola a 30. szallagavatójára készül. Itt a lényeg különkiadása, a stúdióban Somogyi Dániel és Gárdos András. Jó estét kívánunk! Jó estét! Ma este, pontban 8 órakor kezdetét veszi a regeszállóban az iskola történetek 30. szallagavatója. Az Európa Kongresszusi Központban kapcsoljuk Jávor István tudósítónkat. Szervusz István! Mi zajlik éppen ott? Nagy a felhajtás? Szervusz, jó estét kívánok! Igen, mondhatjuk, elég nagy itt a felhajtás, a parkolók már megteltek. Az emberek kezdenek beözölleni a nagy terem felé, és mindjárt kezdetét veszi a Lauder történetének 30. szallagavatója. István, köszönjük szépen, érezd jól magad! Most nézzünk egy rövid összeállítást, hogyan is készült az iskola a 30. szallagavatójára. Farkas Adél tanárnő bevezette a farkas törvényeket. Minden órán dolgozatot irat a diákokkal a farkaskorra. A magyar tanári kar fejévé választották Szurma Ágnest. Óráin a diákok tátott szája figyelnek. Vasadi Péter kolléga, akinek hangműtéte után eléggé megváltozott a hangja. Kern Istvánt Oscarra jelölték új rövid reklámfilmet, melyben a Neo Citránt kortyolja. Új matek tanárral bővült a Lauder iskola. Lux tanárnő nyugdíjba vonult, így helyett egy fiatal, éleseszű tanárnőt szerződtetett az iskola, korábbi tanulóját, Bíró Andreát. Lassan már 5 éve, hogy művészet történetet tanít, a Lauderben Nusic Daniella. Rendkívül színvonalasan, szórakoztatóan, a diákok nagyon szeretnek az óráira járni. Árpi és Ildi után új büfése lett a Lauder iskolának. Dávid, aki mindig is büfés akart lenni, végre beteljesült az álma, és szeretett iskolájában elérte célját. Az iskola nélküle nem is létezne. A zsenialitásáról híres Bori az iskola könyvelője lett. Hagyományainak megfelelően a zeneiskola új igazgatója, édesanyukája után Judit vette át a szerepét. Lánya, Dia már a Lauder óvodájának tagja. A Lauder zongoratanára, Vivian, szenzációs képességeinek köszönhetően kívülről tudja a 4 évszakot zongorázni. Most pedig következzenek belföldi híreink. Barta Bencét, az iStar reklámarcát nevezték ki pénzügyminiszternek. Deák Balázs a 10. Megasztár zenekarának tagja, dobosa. Az MTV Europe Music Awards Kopenhágai díjátadó gáláján Pályi Ferenc életmű díjat nyert, gratulálunk neki. A világ legnagyobb hackerévé választották Milanovic Krisztián. 2018-ban vált híressé, amikor a NASA adatbázisát meghackelte. A Merci csokit megreformálja Víz Merci. Új dobozolásban küldi piacra a Merci csokit, és több vizet használ a készítéséhez. Bíró Fanni, az első macska kereskedés megnyitja az Aréna plázában. Tóth Katinka, a 100 tagú Klarinét zenekar frontembere, bejárja az egész világot a zenéjével. És most következzenek a nap legfontosabb külföldi hírei. Attila Balla az első magyar ember, aki a Marson landolt. Reméljük sokáig maradott, sok sikert kívánunk neki az expedícióhoz. Dóra Gellért Ausztráliába költözött családjával. Megalapította az ausztráliai matematikai kenguru versenyt. Parashai, azaz Jewish Angel. Az izraeli szuper titkos kém a világ legjobb titkos ügynöke. Mestersége, gyors kivégzés. Vajda Tibi Izraelbe költözik, és a legnépszerűbb író, politikus, zeneszerző lesz. Pós Noémi 2017-ben Miss Hungary győztes, Olaszországba költözött. A Gucci és a Dolce & Gabbana világmárka hivatalos modellje lett. Rómában élő Anna létrehozza a Banna világmárkát. Illés Claudia Harvard elvégzése után egy klinikán dolgozik főorvosként. És most nézzünk szét a csatornánkon, hogy milyen új műsorok várhatóak, illetve milyen újdonságokra kell készülni az elkövetkezendő időkben. Nagy lehetőség előtt az eddig vetélkedős játékot vezető Lukács Dávid a Terminátor ismét visszatért című filmben főszerepet ajánlott neki George Lucas. Nézőcsúcsa debütált a csatornánkon Bányai Dániel új humor műsora. Új sportriportert szerződtetett a csatorna, az ismert MTK huligánját, Székely Judittot.
Pál Szabó Dorottya, a 15. szombatesti láz győztese visszavonul a tánctól és új terveket szöveget, a világbékért fog kampányolni. Spanyolországban megbukott, itthon viszont óriási sikert aratott a Szívek és Rejtélyek című szappanopera, főszerepben Breyer Eszter. Somogyi Dániel, a híradós, aki az elmúlt 10 évben nem változott, ugyanolyan szerény, okos, intelligens, nagy tudású maradt. Éppen Malagára készült családjával. Következő riportunkban megkérdezzük az utcanépét, mit tudnak a 2010-ben érettségizett lauderes diákokról. Szoktál a csorba órásnál járni? Nem. Igen, szoktam. Szerinted Koltai úr a Linux vagy a Windows fejlesztője? Hallottál-e már az új Magic kártyákról, amelyet Fedelin Ádám fejlesztett? Abszolút, egyik osztálytársamnak van külön Magic asztala is. Oh, buenísimo! Le compré a Zeta al bebé, y le encanta. Juega cada día a la tarde, pa, pa, o las cartas. Muy bien. Mi a véleményed a Matyipoliról? Sí. Igazából a Matyipolit azt nem szeretem, a Monopolit azt szeretem. Vannak-e lyukas fogaid? Nem, én a harmas doktornőhöz járok. Vannak. Elégedett vagy Ferenczi Ernő logisztikai hálózatával? Mi az a logikai hálózat? Ki az a Ferenczi Ernő? Hogy ne lennék? Most röviden nézzük meg a napsport híreit. Gadó Ráhel a 2020-as Futball Európa bajnokság főszervezője. Powell Benjamin magasugrásban kvalifikálta magát a 2020-as olimpiára. Magyarért is szoríthatunk a január 2-án induló 30. Dakar rallin. Bató és csapata jó esélyekkel várja a versenyt. A Guinness rekordok könyvébe került egy fiatal magyar sörívó tehetség. Vértes Dávidnak egy perc alatt sikerült 3 liter sört legurítani a torkán. Kovalik Anna az ex-sportolónő modell új utakon. A tévében szeretné most magát kipróbálni. Gardinho a 175. El Clásico meccsen játszik a Barcelona színeiben. A meccset 22:00-kor rendezik Barcelonában a Camp Nou közössége előtt. Köszönjük figyelmüket, befejezésül pedig nézzük meg, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt az Európa Kongresszusi Központban.